Hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Itt van körünkben a telefonunk túlsó végén Török Lajos vezető elemző. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát tegnap mi volt az OTP piacán ez a brutális és váratlannak tekinthető emelkedés? Illetve az folytatódik-e? Kezdjük akkor azzal, hogy mi volt tegnap. Ugye azért látjuk azt, hogy az egész régiót nagyon megvették, aha, a régiós bankpapírokat, és az OTP-re is pozitívan hatott. Gyakorlatilag a tavaly decemberi rossz hír óta, ugye, hogy akkor befagyasztották idéglenesen a kamatokat, ezóta gyakorlatilag magára talált az OTP, és folyamatosan szárnyal, és hát a tegnapi nap is ezt láttuk. Ma egyébként ez nem folytatódik se a forgalomban, már azért 1,2 milliárd forintos forgalom az nem olyan rossz, így 9-3-10 körül. A minimális 0,4%-os mínuszban van most egyébként a részvény, 18.025 forinton kereskedik, tehát azért várható volt, hogy ekkora zöld gyertya után egy icipici korrekció azért következhet a következő napokban, és ma ezt látjuk. Egyébként az egész Bux Index egy pici pirosban van, 0,2%-ot csökken, 53.463 ponton van most a Bux Index. A teljes forgalom egyébként 2 milliárd forintos, tehát az OTP még mindig több, mint a felét adja. A MOL irányt keres, 2648 forinton van a kereskedés, a Richter minimális mínuszban 8895 forinton kereskedik, a Telekom pedig egy kicsit nagyobb csökkenés mutatva 1,2%-ot. A középmezőnyben mi a helyzet? A közepes részvények tekintetében van valami nagy pörgés? Master Plus mostanában egész jól ment. Hát, hogyha most forgalmat nézünk, akkor nincsen nagyon, tehát a négy legnagyobb most a szokásos négynél, a 4G egyébként az ötödik legnagyobb forgalmú, de ott sincs jelentős változás, és nyertesek között sincs olyan, aki olyan igazán nagyot menne, most a Delta van a legnagyobb pluszban, de ott ilyen 700 ezer forintos forgalom mellett, hát tehát azért azt igen, nem emelni. Kellő fenntartással, igen. Már igen. Csoda, hogy belopta magát ebbe a tőzsdei összefoglalóba. Valami piac befolyásoló, piac mozgató tényező jöhet ma? Hát ugye tegnap volt, azért azt ne felejtsük el, hogy a Fednél a nyilatkozat, tehát az volt, ami most igazán meghatározó. Ma is egyébként ilyen azért nem várható, tehát azért ekkora a beszéd idézőjelben nem valószínű, hogy érkezik. Ugye volt reggel cseh infláció, ez nagyjából a vártnak megfelelően alakult. Olyan nagyon nagy érdekesség a mai nap egyébként nem lesz. Este jön a Béskönyv, ugye az egy kicsit érdekes lehet, bár talán a tegnapi ugye Pávval beszéd után már ebben se lesz olyan sok érdekesség. Uh-huh. Jó, nézzük a devizapiacot, hát ha majd ott. Hát olyan elképesztő mozgások nincsenek azért, de a forint erősödik, ezt azért el kell na, az mondani. Jó hír azért. Na, az jó, igen. Tehát 356.42 vagyunk most az euróval szemben, egy dollárért pedig 313 forintot és 65 fillért kell adni. Az eurodollárban most már nincs nagy mozgás, 1.1364 továbbra is a kereszt. Azt hiszem, hogy a nyugat-európai tőzsdék kicsi zöldben nyitottak, de olyan nagyon nagy mozgás nincs, itt 0,2%-os plusz van a DAX és a Eurostoxx 50 is, míg az amerikai futures-ök egy pici mínusz mutatnak, a Dow Jones, az S&P és a Nasdaq 100 is éppen pirosban van jelenleg, de hát ugye ott még a nyitásig is sok idő van, nem hogy a zárásig. Jó, hagyjunk, nem gyötrünk tovább, köszönjük az összefoglalót. Köszi, köszi. Köszi, szia, szia. Szép napon. Na, azt mondja, hogy hoppá, gyere le, Török Lajos vezető elemző beszélt nekünk a tőzsde helyzetéről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.